Na, sziasztok, híveim! Itt van apátok Hermiton újra! Jelentkezett nálam ez a Erminace, Erminész, Erminace, nem tudom, hogy kell ejteni, ne is szólj, hogy Erminace, vagy nem tudom, fogalmics milyen nyelven mit jelenthet, Ermi. Jó, maradjunk ennél, mert az még biztos. Na. Szóval, magi az Isten adta. Fehér szárnya, mert az jár a verebeknek, ha megveszik, remélem gömbből ütötted egy anderél, mert különben értelmetlen az életed, hiszen még tárhelye sincsen. Friss, értéktelen karakter, úgyhogy... Hallod, az első oldal... Most az első oldalt nézzük, és ott is nem tudtad kijutni a negyedik sort, hogy milyen oldal ez? Na, majd mindjárt itt. Nem, ez a második oldal lesz. Második, mert ott már számozva van, akkor nem lenne értem, vagy nem tudom, nem értem. Mindjárt kiderítem, hogy mennyi tárhelyed van, de szerintem sem ennyi. Na, nézzük. Zöldel 4000 a teteje, egy 17-es speeddel, hát ennek a kombinációja elég hergye lenne, de egy majdnem 50-es speeddel azért meg, és majdnem 50-es krittel, meg az egy 17-es speeddel, ha kombinálok, azért az jön ki, hogy ez már ütőképes. Tehát ezt azért már akár egy fatalba is el tudom képzelni, persze a megfelelő kék lila és romba eszenciák segítségével, ellenállást meghagyjuk az olyan össze-vissza, hogy jó, de tűzellen van benne, meg ja. Ja, hát mindegy. Fejlődőképes karakter, én azt bármikor elismerem. A kritsebzéses kristályod az több, mint irigylésre méltó. Tehát én azt mondom, hogy minden mágus karikába hajlik és lepippantja magát, ha egy ilyet talál. Ugyanis, hogyha megvan máshonnan a megfelelő krit mennyiség, akkor azt a mindenit 52% kritsebzés egyetlen tárgyból. Tehát ez a 4,5-es vadkacsás kritsebzésnek az alapja. Amúgy az eredeti sem kutya, tehát ez a 926 kritikus találati ötök. Persze az a két szint az kellett hozzá, de akkor is azt mondom, az már nagyon kellemes. Hű, tehát szép, bizony szép. Mind a két kristályod az bizony mesteri és figyelemre méltó, tehát egyiket sem dobhatod el, nem olvaszthatod be. Bár ki tudja, hogy az 55-ös szint, amit majd nem sokára hoznak, az mit mond, lehet, hogy megcseszérinti az egészet és kuka. Egyelőre azonban nagyon keményen tartják munkat, és két nagyon értékes tárgyként vonulnak be az úgynevezett történelembe, DSU történelembe, aminek gondolom nem sokára vége. Az, hogy bal gombon van a megsemmisítésed, azt majd egyszer elmagyarázhatnád. Ahányszor menni akarsz, lősz egyet, vagy what the fuck? Ez tényleg, ez hogy van? Tehát sosem értettem, amikor ilyen kemény skilleket raktok bal gombra. Akkor azt hogy gondoljátok? Hogy ahányszor elindulsz, lősz egyet? Vagy what, mi van? Tehát hogy? Meg ki? Meg miért? Vagy kinek? Na mindegy, ezt komolyan egyszer kipróbálnám egy karin, hogy elindulok, lövök egyet, elindulok, lövök egyet. És miért lőtted el fölöslegesen meg sem? Jó, csak bal gombom van. Jó, hol van? Ti ezért pénzt is kaptak? Na. 6000 élet, tök mindegy maginál, 50-es védelem. 48-as krit számít igazán, meg az, hogy azért van egy kis kritsebzésed is, ja. Ja, hát ilyen átlagos kezdő, nagyon gyenge karakter, ez lesz, ez még jobb is. Nézzük az egykezessel. Van egykezes kombid is, 1900-ig eléggé hergya. Hiába vitted föl te 80-asra kritet, hogyha nem sebzel, tehát... Érted? Amúgy alapvetően nagyon szép könyv, tehát csak elismerés illeti. Ja, jól van, oké. Csak hát 1900 a teteje, érted? Csak így kapirgálod. Szépen sárgul, csak nincsenek mellé értékek. Látom, Grimmak csizma befigyelnek, jelent meg hányan szintű én kép alapján. El nem döntöm. Nem vagyok ilyen nyomkövető kis kutya. Jó. Azt mondja, fölösleges skillt nem látok nálad szerencsére. Na, akkor nézzük, hogy mi... Aha! Igen. Boszorka, vadász, zeke. Na, megint egy csodálatos reggelre ébredtünk. 6 óra van. Good morning, everybody! Na, úgyhogy ez így jól néz ki önmagában, azért már kövekkel is kivarrakva. Hát igen, egy hatalom kabát, igen, ja, és még a mana csökkentő is benne van. Na nézzük ezt a kétkezest, azt mondja az a 105,5% fegyó sebzés, gyönyörű két sárga érték, gyönyörű sokrit, gyönyörű. Én azt mondom, ebben már csak egy kis rubin, egy szint belehúzása, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon kellemes fegyverre találsz. Így
70% crittel, oh my god, nem tudom, egy kicsit nekem sok itt a crit, már ahhoz képest, hogyha mondjuk azt a sebzést, vagy a crit sebzést lehetne egy kicsit talán növelni annak a kárára. De persze ez már ízlés kérdése, kinek, hogyan. Igen, most mi volt a változás? Ja, az egy másik volt. Asztal borult gyerekek, ez a fegyver. Tehát ott azért igen, a 119, 125, majdnem 126% fegyósebb, két sebzéses. Ne is felejtsd is a másik fegyót, ez a tökéletes fegyver. Ebbe belehúzol két szintet, másra nem is kell farmolni, csak arra, hogy ebbe húzzál két szintet, mindjárt vagy 200-300-zal megugrik a sebzésed. Azt a mindenit, de gyönyörű, effektív fegyver. 5 slottal, mindegyik 5 slotba 22-es Rubin, kifarmolva. 4500. Igen, igen, na ez csinál belőled férfit, fiam. Ja, jó van, most már látom az oldalakat. Tehát három oldal már ki van nyitva. Oké, így már értettem a csíziót. Na, szóval, igen, 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 ezért a fegyverét volt ma reggel érdemes felkelnem, meglátnom a kellő nap hajnali sugarát, innom a kávéből, és azt mondanom, hogy és mégis szép az élet. Köszönöm, köszönöm, Erminész, vagy hogy hívnak. Na, harmadik rangú Bearachev, hát igen, erre lehet karit építeni. Villám ellenállás, krit, életerő, mi kell még? Hát tökéletes. És tényleg ide is csak egy kis rúna, hogy az a krit nőjön. Nagyon szép. Igen, érzette, hogy mi kell neked. Na nézzük akkor speedes kesztyű, azt mondja, hogy 14, majdnem 14 fél, ugye? Tökéletes. Nagyon jó kis kezes találtál, barátom. Nagyon jó, sötéték kesztyű nélkül is lehet ám élni. Van azon túl is élet. Azt mondja, érszmágos ruha, hát ezt hagyjuk, mert ez olyan jó, 900, ja, igen, csak megbontod a bossit, többet vesztesz, tudod te is, barátom. Igen, na de na, én szerintem ez egy nagyon alakulóképes kari, és azt mondom, hogy lehet ráépíteni ruhákat, ha összerakod majd, igen. Hát az a kristály, az nem, az úgy önmagában, jó, oké, persze, három sebzéses sor, De oda a krit az jobban kell egy kétkezes koncepcsömbe, úgyhogy a kétkezes koncepcsöm miatt hagyd meg azt a mostanit. Igen, az úgy gyönyörű, gyönyörű, effektív, csodálatos, és 4 slot van benne, nem az a kettő csórósága. Ja, tehát ez így néz ki, 16,6, jó ez, jó ez. Igen, tehát az a megelő kritet megadja, tehát én azt mondom, hogy anélkül meg úgy sincs élet a Föld nevű bolygón, hát krit nélkül mit ér a magi. Tényleg. Néha Opus talált ki ilyen koncepciókat, de aztán hál' Istennek néhány kiadós veréssel lebeszélte róla a klán vezére biztos. Na, igen, ez a nyakba valóság kutya. Nem tudom, hogy ezt hordod-e meg, hogy miért nincs benne semmi kő, de alapvetően az a 240-es sor az már azért értékessé teszi, és bizony mit rimben kell tartani. Az az életes sor marhaság, de úgyis kell neked az élet, úgyhogy még akár így baráti is. Ja, hát slot sehol, de hát ezt már megszoktuk, ez nem az a játék. Örülök, hogy van egy dragon kabátod, mert így legalább már csak a dragon szed többire. De a kabátod van, nem, akkor nem mindened van? Akkor miért nem láttunk dragon szettet? Hey, how the fuck? Vagy mi van itt? Ember, neked dragon kabátod van, akkor a többi része? Felesd már ezt a hülye bossi szettet akkor. Jó, hát az a Grimmag cipő, ez nem tudom. Ezzel így önmagában nem tudok mit kezdeni, szerintem rohadt értéktelen. Így, feltéve, hát nem tudom most, azért, hogy fusson, hát PvP-be, de PvE, befutás, hát az a baromságnak a ne tovább jön arra, ugye, szerint valami effektívebb. Tehát így önmagában ez a Grimmag cipő, ez csak a 6 éves kisgyerekeknek, hogy ezem is van, és csak azért is hordom, tudod? Ez amikor a óvodás kislány közli, hogy ő most királylányos ruhát akar hordani. Még kertbe kapáláshoz is, tehát nem. Tehát ez így önmagában nem írom alá ennek a létjogosultságát, még akkor is sem, hogyha tűzellenállás van benne. Nem igazán nyert el a tetszésem, mert PvE-ben ezzel aztán tényleg nem tudsz mit kezdeni. A borodnál pedig már jártunk, ugye, kedves Ermike? Vagy hogy van ez? De miért ezt hordod? Én a másikat hordanám. Hülyeség a magas krit, hogyha sokkal kevesebb a sebzésed. Igen, hogy értem.
Aha, ez meg egy 5 slotos kristály. Aha. Ja, hát neked gyönyörű kristályaid vannak. Értem, na és ez szépen be is van kövezve. Heredur királyi pajzs. Mi a frásznak neked Heredur királyi pajzs? Hagyjál már békén. Majd amikor fölfutsz valahová. Én akkor szoktam feltenni pajzsot, ha futok valahova. Appa, az a gyűrű, krit sebzés. Jaj, de szépen meg van komponálva. Itt is egy hülye életerő pontos sor mindig elrönti a tökéletes összhatást. Nem. Te jó, alapvetően tényleg jó, de nem panaszkodok. Öcsém, gondoljátok el ezt a ruhát Dragonsettel, Rigi Dragonsettel. Oh, fucking god. Jó, egyből ki is szerettem a bossi vadász ruhában. Öcsém, ez a ruha. Hát igen, ez Dragonsettel. Oda van verős. Jó, véres fog, teszi a dolgát, 50-es, ahogyan kell. Igen, ez kell a karakterbe. Persze, hogy kell, ne viccelődjél. És akkor az egykezesed, ami 509-ig bizony gyönyörű darab, ki ne dobjad. Kell az neked? Igen, mondjam, hogy... Na most mi van, most meg nincs benne kő? Akkor össze-vissza öltözöl, 2-5 manás gyönyörű, jó. És a kristály, na az is egy jó kristály viszont. Aha, ha elegendő a kritet, tehát ha a magasabbik krites botta hordod, ez is jó, hát kb. Ugyanott vagy mindig. Ja. Össze-vissza pakolgattad itt egész végig a köveidet, láttad. Aha, 21-es speedes csizma, na az a nem kutya izére. PvP-re barátom, és még sebzéssel is. Hújjé, de PvP-s csizmád van, tek és Erminace. Igen, szóval ez az, ezt hordjad. Ezt hordjad öcsém köztesbe farmolni. Hát, hát nem is kérdéses. Nem futni kell ott, lőni öcsém, oda csapni, oda verni. Baszd meg. Hát milyen? 77%-os hárítás egyből? Öcsém! Ide kár, hogy a hárítás, egy sor hárítás erő, ha lett volna benne, de jó lett volna. De azért így se kutya. Nagyon szép, gratulálok. Kemény. Igen, ez valami sötéties, dragonvállasos, grimmag csizma. Hú, de elbaszott egy koncepció, igen. És akkor 1200-ig nem sebzel vele, mert az nem sebzés. És akkor egy magas hárításra, kritre, meg nem tudom mire, ellenállás nélkülre egy ilyen... Nem tudom. Tehát ez a mi zászlóvivő koncepcion, öcsém, vagy mi? De az meg, ez a grimmag csizma, az úgy, ha ragaszkodsz, mint a tényleg érne valamit így önmagában. Nem tudom, jó, ez csak így meg se ütsz vele senkit, meg azért téged bedarálnak, mert 5000-et akkor is rádvernek, mert rádvernek. Tehát, egy 60-as ellenállással már jó lenne ez a koncepcion. Az, hogy 50-es tudásod van, azért külön gratuláció, tehát azt mondom, hogy igen, és jól nyomod, tehát igen, így kell ezt csinálni. Mindenkinek ajánlom, hogy ugyanígy járjon el, hogy minél előbb 50-es legyen a tudása, mert különben egy forintot nem ér az életed. Na, itt már tartottunk, azt hiszem, úgyhogy azt tudom mondani, hogy thank you. Igen, ezt már láttuk így, ezt a koncepciót, ugye? Igen, na! Karelminésznek, vagy ki a fenének, azt tudom mondani, hogy szép karakter ez, és még szebb lesz. Köszönöm szépen. Na, köszönjük, hogy megnéztetek, köszönjétek, hogy szobálok veletek, megtaláltok engem a Lady Sabrinán a YouTube-on, a Rage Games Forum viszont, facebook.com/hermithunon, meg mindenhol akartok. Írjátok be Google-ba, hogy Hermithun, és látok ömlek. Na, kösz minden, csöbás, csöpacsi, sziasztok!